beléptem ebbe a csodálatosan feldíszített feljátszóterembe, tulajdonképpen már a hulló hó hiányzik csak a hangulathoz. Ilyenkor egy. Hát sziasztok, ez egy karácsonyi session felvétel, itt vagyunk a TomTom Records stúdiójában, amit berendeztünk ilyen karácsonyi díszekkel, fényekkel, mindennel, és hát mint tudjátok, idén karácsonykor életet adok első kislányomnak, és így elmaradt a szokásos, hagyományos Bogi karácsonyi koncert, és arra gondoltunk, hogy ezt valahogy szeretnénk mégiscsak, hogy mondjam, kompenzálni? Kárpótolni titeket, és ezért hát fölvettünk 4 dalt, most ez miért olyan bonyolult? Itt vagyunk a TomTom stúdióban, és hogyha körbenézünk egy kicsit, akkor láthatjuk, hogy milyen szuper kis karácsonyi öltözetet kapott. Nem véletlenül, mert éppen Boginak 4 számát, illetve feldolgozását veszük most fel itt a stúdióban. Mi karácsonyi dalok, és éppen ezért gyűlt most össze a zenekar, mert mindannyian nagyon várjuk a karácsonyt. Reméljük, hogy hamar eljön, és hogy ti is várjátok, és hallgassátok sok szeretettel majd ezeket a dalokat. Ebben a stúdióban felveszünk, az egy csodálatos értéket képvisel, és hát mindannyian nagyon szeretjük meghallgatni azt, hogy szerintem közösen alkotunk. De karácsonykor is, vagy csak ilyenkor? Nagyon jó kérdés. Karácsonykor is, és bármikor, akár ilyenkor is. Én mindig, én csak ezeket hallgatom olyankor. És nem csak ilyenkor egyébként, ez tényleg így van, ezek az év minden napján. Igen, és aktuálisak a szóval szövegfüggetlen. Gyakorlatilag a Földbolygó minden létező élő organizmus a számára. De mindenféleképpen meg fogom hallgatni, és az egész család ezt fogja hallgatni. El fogjuk vele árasztani a netet, és meg fogjátok hallgatni, ti is ezt fogjátok hallgatni, ha tetszik, ha nem. Ugye pintezni kell, atya. Szervusz! Szervusz! Elnézést csak a rajongók! Szóval, mi volt a kérdés? Mindenkit nézzétek meg, osszátok, és amikor otthon díszítitek a fát, és már azt gondoljátok, hogy már minden karácsonyi dalt rongyosra hallgattatok, kattam mi feldolgozásainkra, és hallgassátok azokat.